Október 3-án kiírják a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait, ebből támogatja a kormányzat a civil szervezeteket 2023-ban. A szervezetek több mindenre használhatják fel a pénzforrásokat, derült ki a helyettes államtitkár szavaiból. Ugye a jövő évi forrásokról jöttünk el tájékoztatót tartani. A jövő évi források valamivel több forrás van a NEA-ban, mint eddig volt, mint idén volt. Tehát idén ugye 10,8 milliárd volt, jövőre pedig 11 milliárd fölött lesz. Azt szeretnék, hogy minél hamarabb nyújtsák be a szükséges dokumentációt a szervezetek, így jövő év elején már kezdődhetnek a kifizetések. A Covid évek után beindult a civil élet, nem telt el ugye a nyáron olyan hét, de mondhatom talán olyan nap se, amikor ne lett volna a megyénkbe valahol olyan rendezvény, amit civilek szerveztek, vagy azon ne vettek volna részt. Másrészt ugye ez az önzetlen munka, ez a segítőkész munka azért párosul egy kormányzati szándékkal is. Tolna megyében a civil szervezetek közel 800 millió forint támogatást nyertek el idén. Ez a pénz a Nemzeti Együttműködési Alapból, a falusi és a városi civil alapból érkezett hozzájuk.